Sport lehetőségek itt Székesfehérváron, Diákolimpia, fontos ütemtervek, többek között erről tárgyaltak a mai értekezleten csütörtökön itt a Tóvárosi Általános Iskolában a város intézményvezetői, testnevelő tanárai. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlekben, érdemes lesz ma is velünk tartaniuk. A fiatalok körében közkedvelt Diákolimpia városunkban több ezer gyermeket mozgat meg. A legkedveltebbek közülük az atlétika és a labdarúgás, de a fehérvári gyerekek szinte minden sportágra nyitottak. Éppen ezért sokan közülük rengetegen ragadnak sportcipőt és mutatják meg tehetségüket az egész városnak. Nagyon színes Székesfehérvár sportélete. A mostani aktualitásából induljunk ki, hogy a diáksport ugye nagyon sok sportágban működik. Fehérvárra jellemző még az is, hogy a diákolimpiákon kívül a középiskolásoknak az alapfokú versenysorozatot is elindította a közgyűlés, és egyre többen vesznek részt. Ennek az a lényege, hogy egy adott sportágban, aki igazolt vagy versenyez, az nem indulhat abban a sportágban. Tehát ha valaki kosárlabdázik versenyszerűen, akkor kézilabdába, fociba mondjuk háromszeres tornaversenyen indulhat, csak a kosárlabdában nem indulhat. Az igazoltak egyébként a középiskolásoknál a diákolimpián indulhatnak, ott nincs kizárva senki. Ennek az alapfokú versenynek az a lényege a középiskoláknál, hogy azokat is bevonjuk a sportolásba, a versenyeztetésbe, akik nem igazolt sportolók, és minél többen vannak, lányok, fiúk, úgyhogy nagyon népszerű a program, és ehhez Székesfehérvár megyejogú város közgyűlése támogatást is biztosít minden iskolának. A Diákolimpiában milyen újszerű, új dolgok lesznek majd idén? Számolhatunk be esetleg ilyenről? A Diákolimpiánál mindig a Magyar Diáksport Szövetség tanévet megelőző értekezlete dönt, hogy milyen sportágakat indítanak el. A tavalyihoz képest nincs változás, ugyanaz a rendszer van, ami tavaly már bevezetésre került. Ami fontos lehet, hogy az országos elődöntők, illetve az országos döntőket egy kicsit jobban koncentrálták a tanév mondjuk menetrendjéhez, illetve a különböző felvételi időpontokhoz, tehát egy picit jobban koordinálták, hogy ne ütközzön. Ez azért is jó, mert így akkor egyetlen egy gyerek sem tud lemaradni, aki tovább jut mondjuk a városiról a megyeiről az országosra, tehát részt vehet alanyi jogon, illetve az iskolák is nagyobb segítséget kapnak a tankerülettől, a szakképzőcentrumoktól, illetve a fenntartóktól. Ebben az évben talán jobban odafigyel mindenki, és gördülékenyebben mennek a dolgok. Itt Fehérváron pedig a sportegyesületek is nagy segítséget adnak a Diákolimpia lebonyolításához, ugyanis nem mindenhol az iskolák tornatermeiben játszunk. Például most tegnapi nap folyamán egyeztettünk a Videoton Futballklubnak a létesítmény használatával kapcsolatban, ott is megkaptuk azokat a létesítményeket, tehát focipályát, a fedett csarnokot, ami a gördülékeny diákolimpiai lebonyolításhoz szükséges, de ugyanígy vagyunk a gázutcai csarnokkal, vagy az uszodával, tehát minden a Bregyó központtal, tehát minden olyan létesítménnyel, ahol egyesületi munka is folyik. Hát arra törekszünk, hogy ne zavarjuk őket az egyesületi edzésnél, és ők pedig segítenek, amiben tudnak. Azért, hogyha már Diákolimpia tavaly nagy népszerűségnek örvendett, az atlétika, a labdarúgás, most mire számítanak? Hát ezek a legnépszerűbb sportágak, az egyértelmű. A nevezéseket az általános iskolák már megtették. Szeptember 5-éig el kellett küldeni az önkormányzathoz. Az atlétika továbbra is hát alapsportáként nagyon népszerű, és minden egyes korcsoportban mezei futás és a pályabajnokságok mennek. Van, amikor egyéni és csapat számok is vannak, illetve váltószámok. Az úszásra szinte minden iskola jelentkezett, azt hiszem ez is nagyon közkedvelt, és a labdajátékokban pedig a Fehérvárra jellemző labdajátékokban szintén. Hát elsősorban a labdarúgásban vannak a legtöbben, a középiskolában is, és az általános iskolánál is. Mondjuk ez nem is csoda, mert talán az egyik legnépszerűbb sportág, de ugye a kosárlabda, a röplabda, egyre többen vannak röplabdában is az iskolák. Örvendetes, hogy a röplabda egyesület is az utánpótlás bázisokat kiépítette, kézilabdában is, úgyhogy nem panaszkodhatunk. Szinte minden héten lesz 2-3 olyan verseny,
ami vagy előkészítő verseny, vagy már eleve diákolimpiai csoportmérkőzés, vagy döntő, ahol hát végülis Székesfehérváron minden iskolája nevezett. Ez nagyon jelentős szám, és kinek-kinek az ő sportágában. Úgyhogy várunk mindenkit, és szurkolókat is várunk nagyon sokan. Szoktak jönni a focira is, úszásra is, atlétikára is, szülők, nagyszülők. Mindenkit nagy szeretettel várunk minden egyes rendezvényünkön. Ennek a csütörtöki értekezletnek a diákolimpia lesz az egyik témája. Ezen belül mi az, amit, vagy ezen kívül mi az, amit még hallhatnak a vezetők, és mit fognak a listába hallani? Igen, a diákolimpia versenynaptárának az összeállítása, a városi versenynaptár összeállítása lesz a leglényegesebb, de ezen kívül még nagyon fontos, hogy a Östör Anna Mária úgy is el fogja mondani, az iskolai sportkört a közgyűlés 15 millió forinttal támogatja minden évben, az egy plusz támogatás, úgyhogy erről lesz még szó, a jelenlegi helyzetéről. Valamint van egy olyan dolog is, hogy társadalmi felelősségvállalási program, és ebben a Cutler konditerem nagyon élen jár, mert ahol esetleg probléma a mindennapos testnevelés, ők felajánlottak mindenféle olyan lehetőséget, akár a konditermüket szakmai segítség mellett használhatják az iskolák, úgyhogy ez nagy segítség, de nem csak ők, más egyesületek is ugyanezen a felajánlásban vannak. Azt hiszem, akkor nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy Székesfehérvár az országban az egyik legsportosabb város. Hát az biztos, a nyitó tornatermek, illetve a gyaloglóklubok is ezt bizonyítják, és nagyon sok számos olyan szűrőprogram, amit az egészségügyi iroda, az önkormányzat vagy a civil szervezetek közösen szerveznek és bonyolítanak le. A csütörtöki értekezlet témái között szerepelt a diákolimpia versenynaptárának összeállítása, de szó volt a társadalmi felelősségvállalási programról is, melyben élen jár az egyik székesfehérvári konditerem, így ha esetleg problémát jelent a mindennapos testnevelés valamelyik intézményben, akkor akár a helyszínt is biztosítják a gyerekeknek szakmai segítség mellett, ezen felül megismerkedhetnek önvédelmi gyakorlatokkal is. Van egy nagyon erős elköteleződésünk, valószínűleg ugyanaz a célunk, mint önöknek, nektek. Az, hogy a fiatalokkal kezdjünk valamit, és egy kicsit megfogjuk őket, hiszen az egyik legfontosabb dolog, ami azt mondom, hogy most így megmenteti őket, az a sport lesz. És valahogy közösen kell megnyernünk őket az iránt, hogy a sport az a rendszeresen az életük része legyen. Én a Jákiba jártam, és még emlékszem, amikor Benetein tanár úr bennünket, akik mi testedzés, vagy hát konditerembe jártunk, nagyon szizott, hogy az nem is sport, és most, hogy eltelt egy idő, eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag azt gondolom, hogy az egyik tömegsportá mi váltunk, és a konditerem az egy nagyon jó helyszín. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség a sportolásra, hiszen hát egyre kevesebben vannak, akik nagyon kemény sportágokat szeretnének klubszerűen űzni, úgyhogy azt gondolom, hogy erre mi egy jó megoldás vagyunk. Az egyik ajánlatunk az, mindenki, aki hozzánk közelesik, és hál' Istennek van már ilyen együttműködésünk, őket nagy szeretettel várjuk, természetesen egy előre leegyeztetett időpontban, hogy a testnevelés órát a mi kereteink között, a falaink között tudják megtartani. Székesfehérvár évek óta támogatja a tömegsportot, kicsiktől egészen a nagyokig, az óvis tornán át a nyugdíjas sportfoglalkozásokig. A város sportélete nemzetközi viszonylatban is példaértékű. Az élsportunkról talán nem is kell beszélni, hiszen ez az ászlós hajója minden sportnak. Ők adnak példát a gyermekeknek, ez az, amiért ők dolgoznak, a közönségnek is remek szórakozást biztosít, inspirálja a szülőket is, hogy elvigyék mozogni a gyerekeket, tehát azt hiszem, ezen nincs vita, hogy az élsport az egésznek a csúcsa, a teteje. Ezen kívül Székesfehérvár valóban példaadóan karolja fel a diáksportot, az idősek sportját, a fogyatékosok sportját, és most éppen ezen a napon a diáksportról lesz szó. Hogyha már diákok és diáksport, mi jellemző a városban ennek kapcsán? A diáksportkörök nagyon jól működnek, az önkormányzati támogatásnak is köszönhetően. Én nagyon örülök a mindennapos testnevelésnek, de a
tehetségesebb gyerekek, vagy akinek kedve van valamilyen sportágat űzni, de mégsem szeretné ezt egyesületi keretekben nagyon komolyan az iskolai diáksportkörökben megteheti. Erre régen is volt példa, nagyon sok iskolák közti versenyt rendeztünk, kosárlabda, torna annak idején, és ezek megmozgatták valóban az egész iskolát, hiszen az iskola csapata volt. Közösség formáló ereje van, és hát az egészségre gyakorolt hatásáról már ne is beszéljünk. Tulajdonképpen most is egy olyan intézményben, iskolában vagyunk, amely mondhatjuk, hogy példaértékű minden esetre az, amit ők bemutatnak, és az, hogy itt tényleg minden gyermek sportot. Hát valóban egy sporttagozatos iskolában ez azt hiszem, hogy alapvető elvárás, de amióta mindennapos testnevelés van, azóta talán egy kicsit sikerül a többi iskolának is felzárkózni, és nem kell mindig külön kategóriát nyitni a tóvárosi iskolának. És ha már egészségsport, hétvégén például egészségügyi szűrőnap is lesz majd Örekhegyen, erről is egy pár mondatot. A városrészi szűrőnapokból az őszi első lesz az Örekhegyi, ahol szintén az egészség, egészséges táplálkozás és a mozgás lesz a központban. Ott felnőtteknek jóga bemutatót tervezünk, úgyhogy mindenki csatlakozhat. De ezen kívül el kell mondanom, hogy a nyitott tornaterem most már minden városrészben van, most már Csalán is. Hetente két napot idősebbek, fiatalabbak tudnak sportolni. Tehát mindenkinek adott a lehetőség, ingyen és bérmentve, kérem, hogy használja ki ezeket. Mi a visszajelzés egyébként az eddigi tapasztalatok alapján a nyitott tornatermek kapcsán? Hát azt hiszem, hogy erről már nagyon-nagyon sokat beszéltünk, de csak egy kicsit nyitott szemmel kell járni, például Örekhegyen, amikor 4:30-kor hölgyek csapata vonul egy-egy szőnyeggel, és integetnek, hogy ők éppen most indultak a Kossuth iskolába tornászni. Jókedvűek, közösségben vannak, biztos, hogy nem a rendelőben fognak ülni az alatt, az idő alatt. A közgyűlés minden évben 15 millió forinttal támogatja az iskolai sportkört, a programok szervezőinek célja pedig még mindig ugyanaz, hogy minél több gyermek kapjon kedvet a mozgáshoz. A városi sportversenyek ugyanis minden évben mintegy 10 000 diákot érintenek. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, és én bízom abban, hogy ezzel a témával még többeket sarkalunk arra, hogy sportoljanak, ha tehetik, minden nap. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!